nyerik a Borsodabói Zemplén vármegyei prímadíjat 2023-ban? Kik kapják a 3x1 millió forintos prímadíjat és a 250 ezer forintos közönségdíjat? Kik kapják az égretörő íjász gyönyörű bronz szobrát? A VOSZ Borsodabói Zemplén vármegyei szervezete elnöksége minden évben meghirdeti a prímadíjat, amellyel a vármegye kulturális, tudományos, oktatási és sportéletének legkiválóbb képviselőit ismerjük el. A vármegyei prímadíj várományosai 10 kategóriából lettek kiválasztva, és közülük 3-an kapnak prímadíjat, és egy valaki közönségdíjban részesül. A kiválasztotta 2023. november 11-én a Miskolci Nemzeti Színházban a nagyszabású megyei prímadíj gálán vehetik át díjaikat. Hogy ki a legérdemesebb a Prima közönségdíjra, azt ön döntheti el. A kategória győztes jelöltek. Magyar népművészet és közművelődés kategóriában Fedor Vilmos hagyományőrző. Magyar színház, film és táncművészet kategóriában a Miskolci Nemzeti Színház. Magyar képző és iparművészet kategóriában Kovács Attila cipőkészítő mester. Magyar sport kategóriában a MEAFC. Magyar irodalom kategóriában Bodnár László író, költő. Magyar tudomány kategóriában dr. Kis Ákos gyermeksebész. Magyar zeneművészet kategóriában Flach Antal csembaló művész. Magyar építészet kategóriában Szél Norbert építész. Magyar oktatás és köznevelés kategóriában dr. Burkáné Szolnoki Ágnes iskolaigazgató. Szavazatát a közönségdíjra leadhatja a www.voszborsod.hu honlapon 2023. november 7-éig.